Már maga a sorozat címe is ígéretes, hiszen szerelemről első látásra mindenki hallott már, na de sokadikról. A történetben a színésznő egy cukrászdában dolgozik, egyszerűen szeret süteményeket készíteni, ám egy bal szerencse következtében elveszíti az állását. Éppen egy torta kiszállítása közben autóbalesetet szenved, és a torta tönkre megy. A baleset okozója nem más, mint egy gazdag és elismert családnak a fia. A két fiatal egymást hibáztatja a történtekért, majd végül azt kívánják, hogy soha többet ne is lássák egymást, ám a sorsnak egészen más terve van a fiatalokkal. Maga az alapsztori, mely szerint egy gazdag srác beleszeret egy szegényebb lányba, eléggé tipikus, így ha nem szereted ezt a vonalat, akkor nem ajánlom megtekintésre, de ha kifejezetten az ilyen történetű sorozatok szerelmese vagy, akkor biztosra veszem, hogy tetszeni fog ez is. Azt hiszem, a cím elárulja a történetet, így különösképpen nem kell sokat beszélnem róla. A sorozat lényege egy és ugyanaz, az örökség megszerzése. A történet szerint a két fiú unoka közül azt kaparinthatja meg az örökséget, akinek a leghamarabb lesz gyermeke, így az édesanyák megindulnak és elkezdenek keresgélni, hogy megtalálják a megfelelő jelöltet a fiaik számára. De a sors fintoraként az egyik unoka egy egyéjszakás kaland után semmire sem emlékszik, és ekkor indul be igazán a történet. Ha nem szereted azokat a sorozatokat, melyek túlságosan, hogy úgy mondjam, szappanosak, sőt, elzárkózol a szappanoperák közismert világától, akkor ezt jobb, ha kihagyod, de ha mégis kíváncsi vagy arra, hogy ez a sorozat mit tartogat, akkor egyszer minimum azért megéri megnézni. A színésznő egy nehéz sorsú lányt alakít, akinek már gyermekkorában is különböző nehézségekkel kellett szembenéznie. A nélkülözés rendkívül megnehezítette az életét. Azonban egy fordulat következik be, amikor az édesanyja egy gazdag családnál kezd el takarítani, ugyanis a házasszonya megkedveli a kislányt és úgy határoz, hogy tanítatni fogja. Ha egy olyan drámát keresel, amiben van feszültség, szívfájdalom, romantika és humor is, akkor ez az a sorozat, amit keresel. A cári Oroszországban egyre jobban erősödik az ellenállás, az uralom gyengülni látszik, így veszély fenyegeti a cár uralmát. Amikor a szoknyavadász hadnagy hazatér, hogy kipihenje a harcok fáradalmait, találkozik egy gyönyörű szőkehajú nővel, aki azonnal rabul ejti a szívét, ám hamarosan döntenie kell, hogy a szerelmet vagy a harcot válassza-e a hazája oldalán, ugyanis kiderül, hogy a kiszemelt nő családja az ellenállás támogatója. Ha szereted a megrendítő sorozatokat, melyek a romantikában is bővelkednek, akkor mindenképpen érdemes megnézned. Ha török romantikus sorozatokat nézel a legtöbbször, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy ezt a sorozatot is láttad már, vagy ha még nem, akkor többször szembe jött veled böngészés közben, és nem véletlenül, ugyanis az álmodozó rendkívül népszerű mind a mai napig. Néhány magyar nézői visszajelzés alapján elmondhatom, hogy voltak olyanok, akik az álmodozó hatására kedvelték meg a török sorozatokat. A történetben két fiatal szerelmi életét követhetjük végig, akik különböző nehézségekkel, próbatételekkel néznek szembe. Az álmodozó tele van eltúlzott, nem reális jelenetekkel, ami nem mindenkinek jön be, így ha nem szereted a bohókás, szinte már kínosan nevetséges sorozatokat, akkor ezt jobb, ha kihagyod. Viszont, ha szeretnél kilépni a valóságból, és másfajta világba csöppenni, vagy szeretnél egy picit humorosabb sorozatot nézni, akkor ezt látnod kell.